Már munkában a padló statikus digitális röntgenkészülék a megyei Városi Tüdőgondozó Intézetben. Egy európai pályázat keretében volt lehetőség beszerezni az eszközt, amelyben a Munkácsi Regionális Gyermekkórház volt a pályázati partnere a nyíregyházi intézménynek. A TBC nem ismer határokat címet kapta a projekt, hiszen a TBC terjedésének egyik fő oka a mély szegénység, amely a határ ukrán oldalán mai napig jellemző. A beruházás célja emiatt nem csak az eszközbeszerzés volt, hanem komoly szakmai együttműködés is a részét képezte. Határ két oldalán nekünk az is nagyon fontos volt, hogy szakmaiban területen is szorosabbá tudjuk tenni a kapcsolatot a kárpátaljai kollégákkal. Ennek kapcsán komoly szakmai programok valósultak meg. A kárpátaljai Munkácsi Gyermekkórház orvosait Nyíregyházán részt vettek nálunk elméleti továbbképzésen, ahol a mi orvosaink tartották a szakmai előadásokat, részt vettek gyakorlati képzésen, megtekintették és megismerték a mi intézményünket, az ide vonatkozó osztályokat, de nem csak. Azaz én is úgy gondolom, hogy az alapja ennek az egész programnak a szakmai együttműködés, és természetesen ehhez kapcsolódóan valósultak meg már a beruházások. A mi intézményünkben, ahogy elhangzott, három komoly készülék került, az egyik a gyermekosztályra, egy röntgenkészülék, amely már működik, és két készülék pedig a Vízi utca ide a tüdőgondozói részünkre. Korábban vegyszeres analóg technikával készültek a felvételek, a fotózáshoz hasonlóan tekercsre. És ezeknek a gyártása teljesen megszűnt fel. Most, ahol még ilyen készülék van, addig tudnak dolgozni, amíg a betárazott, már korábban megvásárolt filmekből futja. Bárhol az országban, bárhol a világban. Vármegyénkben viszont ezen túl a mai kor technológiájának megfelelő digitális képeket készítenek majd, amelyek sokkal részletgazdagabbak is az elődnél. Ez pedig már a tüdőszűrő épülete, ahol szintén a projekt részeként egy mellkasi direkt digitális felvételi állomást szereztek be. Ezzel együtt a helységet is fel kellett újítani. Ezzel az átvilágító készülékkel gyakran találkozhat a lakosság az ingyenes tüdőszűrések alkalmával. A tüdőszűrés az jellemzően a panaszmentes pácienseknek ajánlott. Az azt jelenti, hogy Magyarországon a 40 év fölöttieknek ingyenes, OEP által finanszírozott, évente egyszer ajánlott szűrővizsgálat, bárki igénybe veheti a szokásos azonosítók mellett, tehát nem szükséges beutaló. 40 év alattiaknál azoknak csináljuk, akiknek munkaalkalmassághoz szükséges, ezek nyilván fizetős vizsgálatok, hiszen ezek más kategóriába tartoznak, mint a ajánlott szűrővizsgálatok, és a szűrővizsgálatok kapcsán talált eltérésekkel kerül tovább kivizsgálásra a páciens. Azoknak, akiknek panasza van, azoknak nem a szűrés, hanem a vizsgálat javasolt, amit viszont a tüdőgondozói vizsgálatot beutalóval lehet igénybe venni 2006 óta. Ez a beutaló akár házi orvostól, akár más szakorvostól keletkezhet. A TBC ma már ritka a betegségnek számít Magyarországon, de a 20. század elején a népesség 80%-a fertőzött volt, és a halálesetek 25%-a TBC miatt következett be. 2019-ben 530 új esetet jelentettek az országban, 2020-ban pedig már csak 384 új TBC-s beteget diagnosztizáltak. Hál' Istennek az utolsó varázslatok nagyon-nagyon ritka. Évente néhány esetről beszélünk, igazából ez nagyon kevés, de ugye azért bárhány eset is van, az veszélyes, mert ha nem lokalizáljuk időben a fertőzést, akkor ez komoly szóráshoz, tovaterjedéshez vezethet, ezért nagyon fontos azt a ritka pár esetet is kiemelnünk. Amúgy Magyarországon összességében ez a tüdőszűrés, és nem csak rákszűrés, emlőszűrés, ez egy nagyon komoly program, európai szintű figyelmet érdekel és kap is. A tuberkulózis diagnosztizálása nem egyszerű feladat, mivel olyan általános tünetekkel jár, mint például a fáradtság, étvágytalanság, éjszakai izzadás, láz és köhögés. Kezelése pedig legalább fél éven át tart. Ezért a szakemberek arra kérik a lakosságot, vegyék igénybe az ingyenes szűrés lehetőségét.